Végre megérkezett a mesterséges intelligencia a Photoshopba, egészen elképesztő dolgokat tudunk vele produkálni, csak pár kattintással. Szia, sok szeretettel köszöntelek, én Majer Miklós vagyok, és ebben a videóban megmutatom, hogy most, 2023. szeptemberében milyen mesterséges intelligenciás eszközök segítenek minket a Photoshopban, és hogy hogyan használjuk ezeket. Kezdjük is a kedvencemmel, a Generative Xpand-del. Itt ez a kissé szűken komponált fotó, sajnos levágtam a modell feje búbját, ráadásul a kép oldal aránya 3:2, így például Instagramra nem tudnám föltenni. De semmi gond, megnyitom a képet Photoshopban, aktiválom a vágóeszközt, a Crop Toolt, az oldal arányt, a ratiót 1:1-re, azaz négyzetre állítom be, majd méretre szabom a vágást. Nem szeretném, hogy le legyen vágva a modell feje, ezért felül hagyok egy kis helyet. Majd fent a Generative Expand opciót választom ki, és utána vagy mellette a pipára kattintok, vagy alul lent a Generate-re. Ekkor a mesterséges intelligencia előáll 3 verzióval, amelyek közt itt tudok böngészni. Ez a verzió teljesen hihető, tetszik, tehát ilyen volt előtte, és ilyen lett az okos kitöltéssel. De ha nem tetszik, amit a Photoshop kreált, akkor megnyomhatom újra a Generate gombot, és megint kapok 3 verziót. Ez a verzió egyáltalán nem jó, azt, ami nem tetszik, érdemes kitörölni a Delete Variation-re kattintva. Tehát ez volt az eredeti kép, és ez az a 2 verzió, ami nekem a legjobban tetszik, most már bármelyik kép mehet fel az Instagramra. Itt van ez a fotó a Mátyás templom oldalából, és nagyon szeretném, hogyha ezekből a boltívekből még több látszana, illetve, hogy a barátnőm a kép közepére kerüljön, ezért megint aktiválom a vágóeszközt, de most nem kell a fix oldal arány, ezért itt a clear-re megyek, és felhúzom. Nagyjából ott lehet a boltívnak a teteje, itt lent nem kell több, és jobb oldalon kicsikét kiebb húzom, bal oldalon is egy kicsikét, majd egy kicsikét egyenesítek is a fotón. Felül a Generative Expandet választom, majd pipa. Aztán megint homokórázik egy picit, és ad 3 különböző lehetőséget. Mindegyik elképesztően jó. Itt talán kicsikét jobban meg van húzva ott alul a kövezet. De hogyha bele nagyítunk, akkor látjuk, hogy ez teljesen rendben van. Feljebb megyek, és itt a boltívek is teljesen rendben vannak. Hogyha most nem tudnám, hogy ez nem az igazi fotó, akkor simán elhinném. Jöjjön a következő eszköz, az intelligens eltüntetés. Itt van ez a fotó a Bledi tó partjáról, Remove Tool-ra eszközre megyek rá. Csinálunk egy új réteget. Azt mondom, hogy felül, hogy Sample All Layers, azaz minden rétegből vegyem mintát, és Remove After Each Step, az be van pipálva. Ez gyakorlatilag egy ecset, most ráfestek az adott részre, és amint elengedem az eger billentyűjét, elkezd dolgozni az intelligencia, és kitölti a megfelelő részt. Rá is ráfestek a táskára is, elengedem és kész. Ha belenagyítok, akkor látom, hogy teljesen jó munkát végzett. Őket is leszedem innen. Most fölül kipipálom ezt a Remove After Each Step-et, és most, hogyha valamire ráfestek, tehát egyszerre több mindenre is ráfesthetek, és utána nem csinál semmit, csak akkor, hogyha rányomok erre a pipára. Most eltüntette, most tüntessük el onnan azt a sóderos, homokos részt is. És kész van, szerintem ez baromi jó eredmény, ilyen volt előtte, ilyen lett utána. Jöjjön a következő mesterséges intelligenciás eszköz, a generatív kitöltés. Itt van ez a fotó a Vácátóti Arborétumról. Alul kicsit meghúzom, hogy több hely legyen itt, majd mindjárt meglátod, hogy miért. Nekem egész tetszik az eredmény, leginkább ez teljesen hihető. Tehát ilyen volt előtte, és ilyen lett utána. És most fogom a lasszó eszközt, elbetű. Itt hadd vágja közbe, hihetetlenül megkönnyíti a munkát, hogyha az ember ismeri Photoshopban a billentyű kombinációkat, a billentyű parancsokat, épp ezért összegyűjtöttem az én kedvenceimet egy PDF-be, ezt eléred a videó alatti első linken. A fedőrt felemelem, hogy legyen egy kis átmenet a kijelölés szélébe, és kijelölök egy nagy területet itt a füvön. Így az egész füvet így gyakorlatilag kijelölöm, és most rákattintok a Generative Fill gombra, és beírom, hogy mit szeretnék. Szeretnék ide egy tavat növényekkel, Lake with Plants. Azt hiszem, hogy magyarul is be lehetne ezt írni,
babám, hoppá, ezt a sávot fölhúzom, első verzió, második verzió, és ott van a napfény tükröződése a vizen, elképesztő, harmadik verzió, itt is ott van a tükröződés, ezen a verzió nincsen sajnos. Ha belenagyítok, akkor látom, hogy azért a felbontás nem annyira jó, mint az eredeti képé, tehát sajnos ebben még van egy kis korlátozás, de én ezzel a verzióval teljesen ki vagyok békülve, ott van a nap és a fák árnyéka is, a vízfelszínen elképesztő. És most dobjuk fel a képet egy kis madárkával, a Lasco eszközzel rárajzolok az égre, és beírom, hogy galamb. Generate. Kíváncsi vagyok, hogy milyen galambot fogod a varázsolni. Ez kicsit béna, ez jobb, ez teljesen jó lesz szerintem. Egész hihető, és még a nap át is süti a tollakat, és a fény is teljesen jó szögbe lesik, tehát ez egészen elképesztő, hogy ilyen okos ez a mesterséges intelligencia, hogy még a fényeket is teljesen figyelembe veszi. Tehát ilyen volt az eredeti, és ilyen lett a mesterséges intelligenciás kitöltéssel. És most jöjjön egy összetettebb feladat, ebből a képből fogok egy ilyet varázsolni 3 lépésben. Itt otthon tesztelgettem egy softboxot, és a fejem búbját levágtam, valamint egy elég béna póló is volt rajtam. Úgy először azzal kezdem, hogy a generatív vágóeszközzel megnyújtom a képet. Ez a kép egész jó, a hajam is rendben van, ezt kiválasztom. Látszik, hogy alul is teljesen jól megnyújtotta a képet. Most szeretném átcserélni magamon ezt a pólót, úgyhogy fogom a Subject Selection Toolt, ha megtalálom mindig, igen, ez az, W egyébként, Subject Selection Tool, illetve Object Selection Tool, és ez automatikusan, intelligensen kijelöli azt az objektumot, ami ezen a téglalapon belül van, tehát csak körül kell egyet húznom, és meg is találta a pólómat, teljesen szépen kijelölte. Itt kicsikét a lasszóval adok még hozzá, ide húzok, így, hoppá, ez így nem jó, hiszen elfelejtettem erre kattintani a hozzáadós kijelölésre, úgyhogy visszacsinálom, és most rajzolok ide a lasszóval, és most akkor ez hozzáadta a kijelöléshez, és most a generatív félre kattintok, és azt mondom, hogy elegáns, sötétkék ing. Most, mi a túró ez? És odarakta az ujjaimat is, ez meg hogy? Mi ez? És miért nem bírt csinálni egy rendes kivasalt inget? Mi ez a kék-fehér izé? Hát ki hord ilyet? Ez mikor volt ilyen divat? Lehet, hogy az a baj, hogy kicsikét a kijelölésen kívül ott maradt egy fehér cérna a pólóból, és azzal van neki a gondja. Hiába csináltattam vele még 3 verziót, ugyanúgy fehér-kék inget csinál. Csinálok egy újabb kijelölést, ahol már nincs kint az a cérna, és azt mondom neki, hogy elegáns, sötétkék ing. Hát ez minden, csak nem sötétkék, ez se sötétkék, ez világoség, ez mondjuk egész jó, erre azt mondom, hogy ez egész jó. De hát ez a sötétkéktől messze van, nem? Szóval ilyen volt előtte, és ilyen lett utána. Szerintem ez az eredmény már tök jó. Látszik, hogy nagyon jók a fények, tehát az ing gyűrűdésének az árnyéka pontosan megegyezik azzal a fénnyel, ami a softboxból jött. Most a Ctrl-Shift-Alt-E-vel csinálunk egy összemosott réteg másolatot, és most rámegyek arra, hogy Subject Select, tehát kijelöli a képen engem, majd ezt a kijelölést megfordítom. Inverse, tehát most gyakorlatilag csak a háttér van kijelölve, és most használom a generatív fill eszközt, azt mondom neki, hogy elegáns táncparkett fókuszon kívül esve. Nem is rossz, ez egész jó. Ez a verzió, ez egész jó szerintem. Teljesen oké. Okay. Tehát ilyen volt az eredet, és ilyen lett. Szerintem ez már kezd jó lenni. Egyébként, amikor tegnap tesztelgettem ezt a funkciót, akkor a Photoshop ezt a képet csinálta. Itt tényleg sötétkék ingem van. Ha belenagyítok, akkor látszik, hogy itt a fülemnél, meg itt a borostánál azért nem végzett teljesen 100%-osan jó munkát.
Nyilván itt haladó maszkolással, vagy haladóbb kijelöléssel még ezen tudnék finomítani, de látszik, hogy az ing teljesen megfelel a fényeknek. Neked hogy tetszenek ezek a mesterséges intelligenciás eszközök? Fogod őket használni? Kérlek, írd meg kommentben. Ennyi volt mára, ne felejtsd el letölteni az általam leghasznosabbnak ítélt Photoshopos billentyű parancsokat, billentyű kombinációkat a videó alatti első linken. Nem sokára találkozunk, szia!